Nem mindennapi idegenvezetésen veszünk részt Washington mellett, ugyanis Fedor István, a washingtoni magyar ház elnöke megmutatja nekünk a helyi golfklubot. Igen, Belmont Country Club, ez egy régebbi klub, és ehhez hozzátartozunk, ahol lakunk. Ismerős azzal, hogy itt egy régi épület van, ahol a 1800-as évben az elnök is ide kigyött. És ez egyenes út, ami itt mellette van, a klub mellett, bemegy egészen a Fehérházhoz. Most már nem, de régen bement egyenesben. Akkor itt van a szimbóluma, a logója a Belmont Country Clubnak. Most, ahogy látjátok, menjünk az új területről, a régibe, abba az irányba, de itt már látni, hogy a régi bútorok és a régi champion, tehát kitüntetések, ki mit nyert. Tehát már a bútorról is látod, hogy ez egy kicsikét régebbi. Hát Amerikára 50-100 év az régi. Itt esküvőket szoknak szervezni, meg mindenféle cégi konferenciákat, megbeszéléseket. Itt mindig itt szok lenni a karácsonyfa, feltéve. És itt van a programoknak a listája. Most megyünk át a modernebb, a újabb részről, ami hát nem annyira új, de újabbnak mondjuk, mert igazából az eredeti fal, ez itt volt. A falnak az épületének a vége itt volt. Ezt kinyitották, hozzáépítették az új részt, tehát a golf pályának a részét. És itt jöhetünk be egy ilyen ebédlő, de ahogy látjátok, ez az ebédlő egy nagyon régi stílusban van. A csillár is, nagyon, és a faldíszítés is. A biliárd teremben a férfiak ide szoktak kijönni, szivarozni, biliárdozni, és hát, hogy ne fázzanak, akkor egy nagyon nagy kemence, vagy kandalló, de ez egy működő kandalló. Érdekességek itt, hát a biliárdon kívül, hát ahogy látjátok, mindenféle sakkozó táblák régig, de itt meg egy szivar kiállítás van, kiállító van. És a másik, ami nagyon érdekesség, itt van majdnem a golf labdának a kis története, hogy hogy is keletkezett a mai formájában. Ilyen golyokból is a St. Andrews, igazából az Amerika elnöknek, Donald Trumpnak van egy golfpályája. Most vagyok kint a pályán, és ez a 18-as lyuk, a végső lyuk, mielőtt befejezik a játszmát. És egy kicsikét látni volt, hogy sok eső volt, és nyírták a füvet, úgyhogy azért itt a raffon, úgynevezett az oldalokon, még itt van a régi fű, amit nem szedtek fel. És csak azért akarok kimenni a 18-ashoz, hogy megmutatni a finomságát a fűnek. Ez nagyon különleges a lyuk körül, hogy a labda finoman guruljon. Erre külön gép van, ami ilyen finomra lenyírja a füvet. Majd megpróbálhatjuk hozzá is érni, meglássátok, hogy mennyire finom. Ez fű. Ez rendes fű. Ez nem mű. Ez rendes fű. De látni volt, hogy sok eső volt, azért ilyen lyukocskás, hogy le menjen. Amikor a labdával, a kis labda rájut erre a greenre, erre a zöldre, akkor kiveszik, mert itt egyenesen a lyukba dobják. Addig a bot mindig benne van a lyukba. Hogy lehessen látni messziről. Máshogy a kiinduló pont, azt nem is látni, ott a fák mögött van. Tehát ez öt ütésre van tervezve.